Ez a táska kevesebb, mint egy kilós, ortopéd orvosok által bevizsgált derék és háttámaszokkal felszerelt úgynevezett ergonomikus hátizsák. Ára, ha éppen nem akciós, 20 ezer forint felett kezdődik. Új iskolatáskát az esetek döntő többségében minden első osztályba induló gyermeknek vásárolnak a szülők. Ezeknek az ára a szakember szerint már 2 évvel ezelőtt drasztikus emelkedésnek indult, de az elmúlt évhez képest is van, ahol 30%-kal drágábbak. A nem papír jellegű irodaszerek esetében az árfolyam változás és a magasabb szállítási költségek a drágulás okai. A papíripari termékek esetében ehhez a cellulóz világpiaci árának szintén drasztikus növekedése is hozzájárult. Van olyan üzlet, ahol már év elején megkezdték a beszerzést, emiatt a korábbiakhoz hasonló áron tudják kínálni a legtöbb terméket. Amit mi ki tudtunk védni az előrendeléseink során, az durván egy olyan 15-20%-ot tudtunk kivédeni, de azt a maradék 15-öt már mi sem tudtuk bekalkulálni előre. Itt főképpen nem is igazán, mert ez egy előzetes felkészülést igényelt. Itt más ágazatot, a papíriparban más ágazatot érint, főképpen a tömegpapírokat, fénymásoló papírokat érinti nagy mértékben az áremelkedés. A polcok roskadoznak, mindenből széles a választék. Egy azonban biztos, a dömping egyelőre nem indult be. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy augusztus elején kevesebben jönnek. Többnyire azok, akik nem egyszerre kalkulálnak nagyobb kiadással. Sokan a munkáltató beígért iskolakezdési támogatására várva döntenek a későbbi vásárlás mellett. Főképpen augusztus 20-a után kerül erre sor, akkor egy nagyobb dömping. Sokan szeretik elkerülni a tumultust, nem szeretnek sorban állni. Ami még befolyásolhatja főképpen a nyíregyházi vásárlást, hogy azt tudjuk, hogy a nyíregyházi önkormányzat minden állandó lakhelyen rendelkező nyíregyházi alsó osztálynak 1-től 4-ig egy úgynevezett tanszercsomagot biztosít. Ez, ami tulajdonképpen meg kell várni, hogy mi az, amit kapunk. Mert hogyha minek vegyünk vonalzót, ha van benne vonalzó. Tehát ez, ami egy kicsit eltolja magát az iskola szezon vásárlását az augusztus 2. fele és a szeptember 1. hetére. Az ágazatban több évtizede dolgozó szakember szerint az iskolaszereket érintő termékhiányra nem kell számítani idén. Jelenleg kizárólag a tömegpapírból készült árucikkek, például a fénymásoló papír esetében lehet gond a nagymértékű áremelkedés miatt.